A Majoros teremben telt ház fogadta az 5 órai tea program sorozat előadóját. Markovics Magdolna beszélgetett dr. Berecki Mária kardiológus főorvossal, és egyben a Dombóvári Szívklub Egyesület elnökével egy forró tea mellett. Az 5 órai tea rendezvénysorozat most már több éve tart. Még a Covid előtt indultunk azzal a céllal, hogy portrét készítsünk azokról a dombóváriakról, akik valamiben a város élén különlegeset tettek a város érdekében, elsősorban öregbítették a város nevét. Az is a mottónk, ez a Sík Sándor idézetsor, hogy ments meg Uram a szürkeségtől. Éppen ezért hát a kitüntetés, nagyon sok kitüntetettel beszélgettem. Ez egy olyan jó órás beszélgetés. A legtöbbször hoznak képeket, fotókat magukról, családjukról, a munkásságukról. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket. Valójában nem én találtam ki. Úgy kértek föl, hogy ennek legyek a állandó beszélgetőtársa, és mindig a művelődési ház kéri föl az aktuálisan a beszélgetőtársakat. Ma dr. Berecki Mária kardiológus főorvos asszonnyal fogok beszélgetni nagy örömömre. Ő Érdről került ide, és hát egész életművel munkássága Dombóvárhoz köti. Nagyon remélem, hogy gondolom teltház lesz, mert ugye a 30 éves szívklubnak is ő a vezetője, és hát gondolom ők meg fogják tölteni a széksorokat. A Dombóvári Szívklub Egyesület történetének kezdete 27 éve kezdődött, amikor dr. Berecki Mária kardiológus felismerte, hogy rendelési időben nincs lehetőség mélyebben kutatni a páciensek szív- és érrendszeri betegségeinek okát, valamint nem jut elég idő a pácienssel egy megnyugtató beszélgetésre. A klub létrehozásának célja az volt, hogy a betegek szakorvosokkal konzultáljanak, valamint kirándulásokon és programokon vegyenek részt. 1993-ban alakult meg a Szívklub, akkor úgy gondoltam, hogy nincs lehetőség a rendelés közben az embereket így felvilágosítani, hogy miből ered a betegségük, hogyan kell hosszú távon gyógyítani, hogy lehet megelőzni, és akkor gondoltam arra, hogy kellene egy ilyen klubformát létrehozni, ahol egy előadás után kötetlenebb formában lehet beszélgetni a betegségekről, megelőzésről, és minden ezzel kapcsolatos dologról. Úgyhogy akkor alakultunk meg, akkor még klubformában működött. Hát olyan 8-10 fővel indultunk, aztán úgy fokozatosan egyre többen lettünk. Próbáltam különböző dolgokat úgy hozni ebbe a klub életbe, hogy például ilyen süteménybemutató volt, vagy koleszterin szűrés, vagy kirándulásra mentünk, és közben egy-egy ilyen ismeretterjesztő előadás is volt. Az itteni kollégákat, később a pécsi kollégákat kértem meg, hogy ők is jöjjenek, és kicsit változatosabbak legyenek az előadások. És hát fokozatosan egyre többen lettünk. Kialakult az, hogy minden hónapban az utolsó pénteki napon vannak ezek az előadások. Mindig meghirdettük, korábban akkor újságban is mindig meghirdettük egy-egy fél évi programot, és akkor így azok is el tudtak jönni, akik nem voltak tagjai a klubnak. Nem volt feltétel az, hogy csak azok jöhetnek, akik már átestek valamiféle koszorúérbetegségen, vagy egyéb szív problémájuk volt. Azok is jöhettek, akiknek még nem volt semmi problémájuk, de ha érdeklődtek az iránt, hogy lehet megelőzni, akkor természetesen szívesen láttuk őket. Hát ebben az évben, illetve a múlt évben ünnepeltük most már 30 éves évfordulót. Ma már hagyománynak tekinthető programon hasznos információkat és tanácsokat kaptak a résztvevők.